A mostanra a világ egyik legismertebb fejlesztő csapataként számon tartott Rockstar Games karrierje már a kezdeti időkben sem volt mentes a botrányoktól, hiszen a paradigma váltó Grand Theft Auto 3 több magasrangú személy figyelmét is felhívta magára akkoriban, elég csak az egykori amerikai politikusra Joe Liebermanra és a korábban ügyvédként tevékenykedő Jack Thompsonra gondolni. A néma Levente szerepét játszó Claude története leginkább az erőszak és a bűnözés ábrázolása miatt került az említett személyek célkeresztjébe, a Miami Vice és a sebbhelyes arcú előtt tisztelgő Vice City pedig még tovább feszítette a húrt a gyermekek szellemi épségét féltő aktivisták szemében, mivel a sztori központi elemét képezte a droghasználat, nem mellesleg némi implicit szexuális tartalmat is rejtett a program. Tekintve, hogy Észak-Amerika korhatár besorolásért felelős szervezete, az ESRB mindkét produkcióra M, tehát 17 éven felülieknek szóló plecsnit nyomott a megjelenés előtt, kissé érthetetlen volt az ezzel kapcsolatos kritika, amit később a stúdió elnöke Sam Hauser is kihangsúlyozott, mondván, hogy a GTA széria egyértelműen nem kiskorúaknak készült. A sorozat ismerői két 3D-s felvonás után már alaposan hozzászoktak a vérlátványához, a felnőtteket célzó témákhoz, valamint a bűnözéshez. Éppen ezért a Rockstar fejlesztő is tisztában voltak azzal, hogy harmadik nekifutásra valami igazán nagyot kell gurítaniuk, kitolva ezzel nem csupán a médium, de az elsődleges platformként funkcionáló PlayStation 2 határait. Ezen megoldás mentén született meg az idén ősszel már a 20. évfordulóját ünneplő 2004. október 26-án megjelent GTA San Andreas, amely úgy emelte új szintre a széria első részével megalapozott sandbox műfajt, hogy közben minden olyan elemet megtartott, ami az elődöket naggyá tette. A Vice City napsütötte játszóterénél négyszer nagyobb bejárható területet, három várost és milliónyi elfoglaltságot biztosító klasszikus, természetesen pillanatok alatt belopta magát a szakma és a játékosok szívébe, hiszen közel sem egy mezei folytatással volt dolgunk, ami beírja már létező mechanikák finom hangolásával. A San Andreas a prezentáció és a csapatra jellemző precizitás mellett leginkább az újonnan bevezetett szerepjátékos elemekkel igyekezett elcsavarni az emberek fejét, melyeknek köszönhetően olyan szinten testre tudtuk szabni a protagonistát, amire egyik korábbi felvonásban sem volt példa. Carl C.J. Johnson ugyanis egyfajta két lábon járó tamagocsiként viselkedett a kaland során, akivel gyors éttermeket látogatva gyűjtögethettük a felesleges kilókat, a konditermek izzadságszagú falai között pedig áldozhattunk picit a virtuális testmozgás oltárán, hogy egy igazi izompacsirtát terelgetve mondhassuk el magunkról, minket bizony az utca nevelt. Ha mindez esetleg nem lenne elég, a vezetéshez és a lövöldözéshez szükséges készségeinket gyakorlás útján kellett felfejlesztenünk a maximális szintre, az immerzió négyzetre emeléséhez pedig még a fodrászatot és a ruházkodást is segítségül hívták az alkotók, ezzel garantálva, hogy teljesen a magunkénak érezzük CJ tragédiákkal és árulásokkal tarkított felemelkedését. Persze, még az alvilág bugyraiban tevékenykedő embereknek is vannak érzéseik, éppen ezért a romantika jelentette a gengszter élet csúcsára piggyeztett cseresznyét, ami ízletes falat helyett végül keserű pirulának bizonyult a Rockstar Games és a Take-Two számára. I love it! Ezzel pedig el is érkeztünk a videónk alapját képező botrány kiinduló pontjához, avagy ahhoz az e-mailhez, amit a már említett vezető Sam Hauser küldött Jennifer Coldnak, a cég műveleti igazgatójának. A 2004. július 14-én, tehát a San Andreas megjelenése előtt mindössze néhány hónappal célba ért levél a programba illesztendő felnőtt tartalmakat taglalta, a lista pedig a közösülés mellett az orális szexet és a maszturbációt is magában foglalta, alaposan kitolva ezzel a korábban ismert határokat. Mivel két évtizeddel ezelőtt még egészen más idők jártak videójátékos fronton, Kolb értelemszerűen nem volt elragadtatva az ötlettől, hiszen ezzel a lépéssel egyértelműen EO, tehát kizárólag felnőtteknek szóló korhatárbesorolást kapott volna az Opus, jelentősen leszűkítve ezzel a potenciális vásárlók körét. Ezzel az észrevétellel a Rockstar társalapítója Terry Donovan is egyetértett, aki egy augusztus 16-ai e-mailben küldte el Hausernek azon változtatások listáját, amik ahhoz kellenek, hogy minden piacon megfelelő besorolást kaphasson az alkotás. Igen ám, csak hogy addigra vészesen közeledett a megjelenés, így két út állt a brigád előtt. Vagy eltolják a premiért, vagy teljes egészében megválnak a kifogásolt grafikai elemektől, vagyis attól a szexuális együttlétet imitáló minijátéktól, amely azután vette volna kezdetét, hogy CJ valamelyik barátnője behívja magához a főszereplőt egy idézőjelbe tett forró kávéra. You wanna come in for some coffee?
Mivel az előbbinek nem örültek volna a befektetők, az utóbbi pedig súlyosan veszélyeztette volna a forráskódot, végül egy logikusnak tűnő kiskaput választottak a szakik. Gondosan becsomagolták a szóban forgó részeket, amik így a lemezen maradtak ugyan, de ellettek zárva a játékosok figyelő tekintete elől. A modding közösség tagjait azonban már akkoriban is egészen más fából faragták, így a PC-s verzió érkezésére való felkészülés során kiderült, hogy van néhány érdekesség a boltok polcaira került korongokon. A robbanáshoz vezető út következő dominója 2004. decemberében dőlt el, egy modder csoport ugyanis olyan animációkat fedezett fel a fájlok között kutatva, melyek elnevezése egyértelműen a szexuális együttlétre utalt. A történet szempontjából kulcsfontosságú Patrick Wildenborgnak és csapatának persze így is meg kellett várni a PC-s megjelenést, egy másik modder, Barton Waterduck azonban képes volt megtekinteni a szóban forgó animációkat, megerősítve ezzel azok természetét. Ennek hatására nem meglepő, hogy a Hollandiában élő Wildenborg nem igazán akarta megvárni az európai debütálást, és egy amerikai kollégájától kért segítséget, hogy mielőbb hozzájuthasson a San Andreas titkokat rejtő fájljaihoz. A tengeren túli modder a kérésnek eleget téve elküldte neki a program szkriptjét, amelyben Wildenborg egy szerkesztő segítségével feloldotta a később számos galibát okozó minijátékot, a pakkot pedig visszaküldte a feladónak. 2005. június 8-án helyi idő szerint este 11 óra 37 perckor a programozó kapott egy videót, amin megcsodálhatta a kitartó munkája gyümölcsét, június 9-én pedig megtörtént az elkerülhetetlen. A találóan Hot Coffee névre keresztelt tapasz felkerült az akkor még a GTA modok fellegvárának tekintett gtagarage.com weboldalára, útjára indítva ezzel a játékipar egyik legnagyobb lavináját. Sam Hauser a Szíria üzenőfalait böngészve szembesült a 4 hét alatt több mint 1 millió letöltést produkáló patch létezésével. Ennél azonban nagyobb gond, a megboldogult E3 szervezője, az Entertainment Software Association akkori elnöke, Doug Lovenstein is ezen a jelens napon találkozott a programmal, méghozzá egy futótűzként terjedő videónak köszönhetően. Kiborult tehát az a bizonyos Billy, ám a stúdió PR részlege ennek ellenére is azt az utasítást kapta az első hónapban, hogy semmiképp se kommentálja a történteket. Egyedül a már említett Lovensteinnek, valamint az ESRB elnökének, Patricia Vance-nek nyilatkozhatott az ügyben. Természetesen hamar testet öltött a sziklaszilárd magyarázat, mivel a Rockstar egyértelműen kijelentette, hogy a Hot Coffee egy harmadik fél által végzett módosítás eredményeként született, a cég pedig zokszó nélkül eleget tesz a ráváró vizsgálatoknak. A mosom kezeimet hozzáállás ellenére viszont csak ezt követően kezdtek el összecsapni a hullámok a csapat feje felett. Leland Yee, a kaliforniai szenátus akkori szónoka ugyanis egy 2005. július 7-én kiadott sajtóközleményben elítélte az ESRB-t, amiért az nem a legszigorúbb korhatárbesorolást adta a San Andreasra. Bár Vance ezt a nyilatkozatot később egy a testület integritását aláásó keresztes hadjáratnak titulálta, muszáj megjegyeznünk, hogy az ESRB valóban nem nézte meg annó a Windowsra és Xboxra szánt portok lemezeit, mivel azok papíron megegyeztek a PlayStation 2-es verzióval. Ettől függetlenül a szervezet bejelentette, hogy alapos vizsgálatot indít a Hot Coffee körülményeire vonatkozóan, emellett pedig az ausztrál OFLC is jelezte, hogy Ausztrália főügyészének, Philip Radocknak a kérésére saját nyomozásba kezd. A Szigetországban ugyanis 15-ös karikával látták el a játékot, ami a fejlemények tükrében már egyáltalán nem állta meg a helyét. Videónk főszereplője persze óriási népszerűségnek örvendett a felhasználók körében, az azt közszemlére bocsájtó Wildenborg pedig a saját oldalán adta az emberek tudtára, hogy bár nem ő a felelős a San Andreasban lévő szexuális tartalmakért, azokat csak a forráskód módosításával lehetett a felszínre hozni. Ebből adódóan tehát nem egy rejtett funkcióról vagy easter eggről van szó, hanem egy olyan fiókba zárt mechanikáról, amely nem jutott el a fejlesztés végső szakaszáig. Értelemszerűen az erre adott válasz sem váratott sokat magára, hiszen a Rockstar Games július 14-én egy karcsapással elhárította a felelősséget, kijelentve, hogy a nagy vihart kavart minijáték hackerek egy elszánt csoportjához köthető, akik rendkívül nagy erőfeszítéseket tettek a program hivatalos verziójában található jelenetek módosítására. Ezt követően jutunk el az ügy az esi után köpönyeg nevezetű felvonásáig. Július 26-án ugyanis az ESRB bejelentette, hogy a San Andreas összes kiadása éjjó besorolást kap a korábbi M helyett, tehát megtörtént az a tragédia, amitől Jennifer Kolb már Hauser e-mailje után is tartott.
A testület ugyan elismerte, hogy a fejlesztő csapatnak nem állt szándékában a vásárlók orra elé tolni a felnőtt tartalmakat, ám kiemelte, hogy azok rajta voltak a lemezeken, ennek ténye pedig megkérdőjelezi a minősítő szervezet megbízhatóságát és hasznosságát. Az erre adott válaszreakció mondhatni papírforma szerint alakult, hiszen szinte az összes nagyobb amerikai kereskedőlánc, például a Walmart és a Best Buy levette a polcokról a PS2-es ír egyik legnagyszerűbb videójátékát, július 29-én pedig az OFLC is kivonta a forgalomból, mivel Ausztráliában akkor még nem volt olyan magas korhatárbesorolás, ami megengedte volna a forró kávé által kínált explicit jeleneteket. A szigorú plecsni miatt a Take-Two is felfüggesztette az újabb korongok gyártását, és bár egy augusztus 11-én élesedett javításnak köszönhetően PC-n hamar elérhetetlenné vált a Hot Coffee, lemezes formában csak szeptemberben tért vissza az üzletekbe a piacon lévő legjobb gangster szimulátor PC-s és Xbox-os verziója. Novemberben egyébként a Sony masinájára is befutott a megtisztított variáns, méghozzá Grand Theft Auto San Andreas Special Edition néven, bezárva ezzel azt az ördögi kört, amit aztán a 2021-ben napvilágot látott, definitív kiadást nyitott meg újra, de erről majd a befejezésben. Szinte magától értetődő módon a politika sem maradhatott ki a történésekből, hiszen miután az ISRB bejelentette a vizsgálatát, az akkor szenátorként tevékenykedő Hillary Clinton is beadvánnyal fordult a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsághoz, avagy az Activision Blizzard felvásárlása miatt a hazai játékosok körében is elég jól ismert FTC-hez. Clinton arra kérte a hivatalt, hogy tárja fel pornográf tartalmak forrását, döntse el, szükséges-e a kizárólag felnőtteknek szóló besorolás, valamint vizsgálja meg, hogy eleget tesznek-e a kiskereskedők a korhatárra vonatkozó előírásoknak. Itt azonban nem állt meg a politikus, mivel kijelentette, hogy megkezdi egy olyan törvényjavaslat kidolgozását, amely pénzbírsággal és közmunkával járó szövetségi bűncselekményé tenné az erőszakos vagy szexuális tartalmú videójátékok 18 éven aluliaknak történő eladását, emellett pedig javasolná az FTC-nek, hogy évente ellenőrizze a már piacon lévő alkotások rejtett tartalmait, elkerülve ezzel a hasonló incidenseket. Noha a javaslatot több szenátortársa is támogatta, az végül mégis intézkedés nélkül járt le a 109. kongresszus végén. Bár így is említésre méltó, hogy ez a két évtizede még sokak által a gyerekek szórakozásának tartott iparág képes volt ekkora hullámokat kavarni politikusi körökben. A többes szám pedig egyáltalán nem a véletlen műve. 2005. július 28-án ugyanis az Egyesült Államok képviselőháza 355-21 arányban megszavazta, hogy az FTC-nek vizsgálatot kell indítani a Take-Two és a Rockstar Games ellen, hogy megállapítsák, szándékosan vezették-e félre a fejlesztők az ISRB-t az EU besorolás elkerülésének reményében. A felek végül 2006. június 8-án jutottak egyességre, az FTC pedig úgy döntött, hogy a stúdió és a kiadó törvényt sértett, mivel eltitkolt a nem használt, de potenciálisan megtekinthető meztelen képsorok és szexuális tartalmak szerepeltetését a játékban, ezt a tényt pedig nem enyhítette, hogy azokat egy harmadik fél hozta nyilvánosságra. A megegyezés értelmében a Take-Two, valamint a Rockstar Games innentől köteles volt feltüntetni a korhatár besorolás szempontjából releváns tartalmakat, és bár a Hot Coffee miatt végül egyik vállalat sem kapott bírságot, a kiadó addigra már 24,5 millió dollárt veszített a korábbi visszahívások miatt, így ez bizonyára nem igazán vigasztalta a vezetőket és a befektetőket. Talán mondanunk sem kell, hogy a politikai szintér mellett polgári perek is születtek a kiborult kávé kapcsán. 2005. július 27-én például egy 85 éves New Yorki nő nyújtott be keresetet az érintett felek ellen, méghozzá azzal az indokkal, hogy azelőtt vásárolta meg a programot a 14 éves unokájának, hogy az megkapta volna a szigorúbb minősítést. 2006. januárjában Los Angeles városa is hasonlóképpen járt el, végül pedig annyira megszaporodtak az ilyen jellegű hogy annak csoportos kereset lett a vége. Az ügy végül 2008. január 28-án zárult le, a döntés értelmében pedig minden olyan személy maximum 35 dolláros követelésre volt jogosult, aki a korhatárbesorolás előtt vette meg a San Andreas-t. A dolog végül azért nem harapódzott el jobban, mert addigra több mint 21 millió példány talált gazdára az alkotásból, és csupán 3000 ember nyújtott be keresetet az egyességet követően, így július 31-én egy bíró a fiókba zárta az egészet, ám előtte a Rockstarnak még ki kellett csengetnie 860 ezer dollárt jótékonysági adomány gyanánt. Ha ennyi nyűg esetleg nem lett volna elég, az Egyesült Államok értékpapír és tőzsdefelügyelete vizsgálatot indított a Take-Two, valamint annak alapítója Ryan Brandt ellen bennfentes kereskedelem vádjával. A 2005. június 9-én történt megegyezés pedig 7,5 millió dollárjába került a kiadónak.
Néhány hónappal később, 2006. február 17-én pedig a vállalat részvényesei is csoportos keresetet nyújtottak be, mondván, hogy a cég helytelenül járt el a Hot Coffee incidens kezelése során, ez pedig negatív hatást gyakorolt a bevételeikre. Ennek a pernek végül 2009. szeptember 2-án került pont a végére, az addigra a jelenleg is hatalmon lévő Strauss-Zelnick vezette Take-Two pedig beleegyezett, hogy kifizet 20 millió dollárt, valamint olyan változtatásokat eszközöl, ami megvédi a befektetőket a hasonló esetektől. Az elmúlt néhány percben taglalt szövevényes história elég jól mutatja, hogy mennyi gondot tud okozni egy bögre forró kávé, pláne akkor, ha az csak a virtuális térben létezik, és közös üléssel kapcsolatos gomnyomkodást takar. A Hot Coffee nem csupán felháborodást keltett, de éget is vert a modderek és a rockstar közé. Nem mellesleg eléggé visszavetette a videójátékok elfogadását, holott addigra többször is bebizonyosodott, hogy idővel elég nagy szeletét képezhetik majd a szórakoztatóiparnak. Ehhez kapcsolódóan a stúdió társalapítója Dan Houser azt mondta egy 2012-es interjúban, hogy szerinte soha nem a San Andreas felszínre bukkant tartalmai miatt támadták őket, hanem a médium miatt, mivel ha ezek a dolgok egy könyvben vagy filmben kaptak volna helyet, az emberek bizonyára a fülük pottyát sem mozdítják az ügyben. A botrányt követően természetesen az ISRP-nek is jelentősen módosítania és szigorítania kellett a korábban bevett gyakorlaton, tekintve, hogy az jól láthatóan teret engedett az ilyen-olyan kiskapuknak és ügyeskedéseknek. Ennek hatása viszonylag hamar meg is mutatkozott, mert a 2006 egyik legjobb játékának tartott The Elder Scrolls 4 Oblivionra például MS besorolást adtak az eredetileg tervezetté, azaz 13 éven felülieknek szóló plecsni helyett, miután kiderült, hogy az RPG véresebb a vártnál, némi módosítást követően pedig topless-szé varázsolhatjuk benne a női karaktereket. A kiadó és a fejlesztő csapat számára is elég vaskos tanulópénznek bizonyult tehát ez a történet, bár a humorérzék hiányát egyáltalán nem vethetjük a készítők szemére, hiszen alig telt el néhány év és már paródiát is csináltak az egészből. A 2008 áprilisában debütált az egész műfajt forradalmasító GTA 4 emblematikus szobra, a Statue of Happiness nő alakja ugyanis egy pohár forró kávét tart a kezében. Az arca pedig egyértelműen Hillary Clintont juttathatja az eszünkbe, utalva ezzel a politikus ténykedéseire. Ahogy azt korábban említettük, az alapesetben ártalmatlanítóka neve ismét előkerült néhány esztendővel ezelőtt. A GTA 3-at, Vice City-t és a San Andreas-t magában foglaló definitív kiadás PC-s változatát ugyanis két nappal az élesedés után el kellett távolítani az online áruházakból, miután kiderült, hogy néhány olyan fájl is benne maradt a programban, amelynek nem szabadna ott lennie. Ezek zöme egyébként a lejárt licenszű zenéket takarta, az adatbányászok szorgos munkájának köszönhetően azonban megtudhattuk, hogy a mostanra minden néző által behatóan ismert Hot Coffee is ott rejtőzött a fájlok között, felidézve picit a világ egyik legnagyobb videójátékos botrányát. Ti letöltöttétek anno az egész ipart megrengető programot, vagy teljesen elkerült a figyelmeteket ez az eset? Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el a lájkot, valamint a feliratkozást sem. Köszönjük a figyelmeteket, találkozunk a következő alkalommal!